természetesen Bajke Imrét, a KDNP országgyűlési képviselői személyes adventi gondolatokról is kérdezem majd a beszélgetés végén, viszont az első témánk az nem más, mint hogy 800 éves az aranybulla. Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Kész csókom, és szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Na, hát köszönöm, hogy itt az utolsó néhány élőadásunk valamelyikét is velünk tölti Imre, mert hogy több alkalommal volt itt nálunk ebben az évben is. Örömmel, és mindig örömmel is jövök. Köszönjük. És hát, na, az aranybulla kapcsán itt a délelőttben már beszéltünk több alkalommal, nem Imrével, másokkal, meg történészekkel, hogy 800 éves évfordulóra emlékszünk. Volt 7 eredeti példánya az aranybullának, mindegyik elveszett, majd beszélünk arról, hogy mi az, ahonnan viszont tudunk róla, meg a tartalmáról, de hogy Imre szerint, véleménye szerint, hogy lehet összefoglalni az aranybulla jelentőségét és tartalmát, nem feltétlenül nagyon száraz történelmi síkon, hanem közérthető módon. Talán úgy lehetne legegyszerűbben összefoglalni, ugye, az időpont Krisztus után 1222. Tehát ez egy fontos időpont. A magyar állami alapítás után ugye picit több, mint 200 évvel, és hogy nemzetközi kontextusba helyezzük, európai kontextusba, azt tudom mondani, hogy ugye a Magna Chartát úgy világszinten mindenhol ismerik, az aranybullát sajnos kevésbé, de azon vagyunk, hogy azért legalább úgy megismerjék, mint a Magna Chartát, ugyanis a Magna Charta csak 7 évvel korábban született. És ennyi alkotmányos jogelvet nem is rögzített, ugye ez 31 pontban rögzítette az alkotmányos jogelveket a miénk, az angol nem ilyen mélységű volt. Tehát a magyar aranybulla alkotmányossági szempontból sokkal mélyebb, és szinte azt mondhatom a 7 év miatt, hogy egy időbe született, tehát óriási jelentősége van. Óriási jelentősége van a magyaroknak az alkotmány alaptörvény szeretete vonatkozásában. Tehát azok, akik azzal vádolnak bennünket, hogy itt mondjuk nincs demokrácia és ilyesmi, azoknak én csak azt tudom mondani, nézzék, nálunk 1222 óta alkotmányos rend van. Uh-huh. És ez az alkotmányos rend, ennek a tisztelete, ez a magyarságot igenis, hogy nagyon-nagyon jellemzi. És sokszor olyanok bírálnak bennünket, akik olyan nemzetek tagjai, akik akkor még szinte törzsszövetségi szinten se voltak. Tehát hogyha ugye egy rövid kontextust adjak, akkor ezt tudom mondani, illetve a neve, hogy aranybulla, ugye olyan érdekes név, az aranyat értjük, de mi az, hogy bulla? A bulla pecsétet jelenti. Tehát az, hogy aranybulla, azt jelenti, hogy aranypecsét. De azt jól tudjuk, Imre, hogy azért több király is adott ki bullákat? Így van, tehát ennek nagyon-nagyon nagy jelentősége volt az aranybullának európai szinten és úgymond világszinten. A jelentősége az volt, ugye II. András bocsájtotta ki a székesfehérvári gyűlésen, nemzetgyűlésen, és a jelentősége az, hogy eddig bullát, aranypecséttel ellátott okiratot csak a német-római császár bocsájtott ki. Magyar király bejelentkezett a német-római császárral kvázi szemben, mert nem alattvalója, hanem azonos bullát, azonos aranypecsétet bocsájtott ki. Ez óriási jelentőségű. Nem alattvalója a német-római császárnak, hanem azonos hatalomként jelentkezik, és hogy viszont kit szolgál? Mivel kezdődik az aranybulla első mondata? A teljes Szent Háromság nevében ezzel kezdődik. Az úrnak alávetett uralkodóként II. András elfogadja az urat és a teljes Szent Háromságot. Ő az, akinek a szolgálatában áll és a magyar nép szolgálatában áll. Ezt jelenti az aranybullának az első mondata, és nem alattvalója semmilyen császárnak, így a német-római császárnak sem. A mai jogrendre vonatkozólag és a mai alkotmányra vonatkozólag mi az, amit ma is őriz a magyar jogalkotás az aranybullában?
Ugye ez nagyon izgalmas, mert az alaptörvényünk lehetővé teszi, hogy ugye ez a húsvéti alaptörvényünk, ami most volt 10 éves, előtte a 49 évi 20-as törvény volt, az alkotmány, ami 1949-ben született, és ami egy szovjet típusú alkotmány volt, annak egy primér fordítása lényegében, tehát sok keresztény ihletettség nem lehetett benne, nyilván ők a múltat végképpel akarták törölni, tehát nem volt semmi a történelmi hagyományunkból, nem volt semmi a régi törvényekből, a Szent Koronából. A mostani alaptörvény viszont azt mondja, hogy visszatérünk az organikus alkotmányfejlődéshez, azaz visszatérünk a Szent Korona értékeihez, mint népfelségelvéhez, és visszatérünk, tehát bárki hivatkozhat bíróság előtt, akár az aranybullára is. Annak a jogelveit. Tehát nagyon, viszont nagyon komoly jogelveket is rögzített. Most egy példát mondok büntető eljárás területén, hogyha valamilyen magyar, nevezzük úgy, hogy vezetővel lehetett régebben főúrnak is hívni, de mondjuk vezetővel szemben egy eljárás indult, akkor azt az eljárást a király se volt jogosult például félbeszakítani. Akkor az eljárásnak le kellett folyni. És mindenkivel szemben, bárkivel szemben, hogyha eljárás folyt, akkor addig, amíg az eljárás folyt, nem volt tekinthető bűnösnek, csak akkor, amikor egy jogerős ítélet született benne, és ítéletnek kellett benne születni. Tehát ezek olyan erős jogelvek, amelyek mind a mai napig élnek. Imre szerint, mert azért hogy a történelmi tanulmányaink során, főleg középiskolából azért ugye nyilván megtanítják, hogy milyen körülmények vezetnek, akár nemzetközi politikában, vagy itthoni hazai politikában ahhoz, hogy megíródik az aranybulla. Imre véleménye szerint van ebben új információ, amit esetleg annak idején nem biztos, hogy iskolában tanítottak, hogy mi vezetett oda, hogy ezt meg kellett írni, és hogy kiket véd, vagy kiknek a jogait védi tulajdonképpen ez a bulla? Ugye mindenképpen, mert akkor én a magam részéről tudom mondani, amikor én jártam általános iskolába és középiskolába, akkor nyilván próbálták a Szabad Magyarországnak az intézményeit, a Szabad Magyarországnak a törvényalkotását úgymond rendkívül negatív színben feltüntetni. És most, hogy szabad világban élünk, itt lehult a leper lényegébe a sok-sok álságos hozzáállásról, sok-sok álságos nyilatkozatról, és kiderült az, hogy hát egy csodálatos fejlőd, Szent István királyunk óta a magyar állam egy csodálatos fejlődésen ment keresztül évszázadról évszázadra, és nekünk nem lehorgasztott orral és fejjel kell menni, hát a magyar jogállamiság és a magyar állam itt nem csak a Kárpát-medencében, hanem európai szinten is, hát óriási sugárzással bírt. Nem csak kulturális, szellemi, hanem lelki tekintetben is. A kereszténység tekintetében. A keresztény értékek képviselete tekintetében. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy ehhez az organikus fejlődéshez az elmúlt 12 évben szervesen hozzájárulhattam. Az aranybulla cikkei közül, Imre, személyes kérdés, ez abszolút, hogy melyiket emelné ki mondjuk most így spontán ebben a beszélgetésben, ami mondjuk nagyon fontosnak tart? Én a legelső pontját tartom a legfontosabbnak. Azt hittem a 7. cikket mondja, vagy a 3. Nem. Azért tartom, mert akkor tudunk kősziklára építkezni, és nem homokra, hogyha az Úr dicsőségére építjük a dolgokat. És az első cikkely, ahogy mondtam, arról szól, hogy a teljes Szent Háromság nevében, és annak alávetve nyilatkozik a király, II. András. Tehát ennél fontosabb dolgot nem tudok elképzelni. Most ma volt az első rórátémise.
minisztráltam is. Szeretek hétköznap. Hétvégén általában vannak fiatalok, akkor átengedem, a hétközben annyira nincsenek, bár ma volt egy fiatal, tehát ketten minisztráltunk, és el kell gondolkodnunk annyi mindenen. Ugye az advent a készülődés ideje, a karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, de gondolkodjunk el azon is, hogy szívünkbe szülessen újjá, és akár a második, nem csak a kis eljövetele az első, hanem a második eljövetele. Soha nem tudjuk, mikor lesz ez a második eljövetele, ez csak a mindenható Atya Isten tudja, de nekünk készen kell állnunk, bármikor. Akár a saját elszólítatásunk, akár a második eljövetel miatt. És hát mi jellemzi legjobban azt, hogy készen állunk? Azt, ha az ő dicsőségére járunk el, és ez csodálatos, hogy ez 800 évvel ezelőtt így megfogalmazódott. És én nekem ez áll a szívemhez a legközelebb, ha szabad mondani. Nem csak azért, mert most megkezdtük az adventi időszakot, elkezdtük az új egyházi évet, hanem azért is, mert a lelkületemhez ez áll a legközelebb. Imrével, amikor itt beszélgetünk a délelőttben, akkor több téma is szokott forogni. Ugye az egyik az életvédelem, akkor szoktak, legutóbb itt Péterrel beszélgettek a parlamenti imacsoport, vagy az ima reggelik kérdéséről, és hát azért most tudjuk összegezni a 2022-es évet, hiszen mindjárt vége van. És beköszönt 2023. Imre véleménye szerint, akár ezek az ügyek, amiket említettem, és amiben élen jár ezek tekintetében Imre is, illetve sokat tevékenykedik benne, hogy értékeli akár személyes vonatkozásban is, vagy nem csak személyes vonatkozásban ezt az évet? 2022 évben azt a munkát folytattuk a magyar parlamenti imacsoportban, amit 9 évvel ezelőtt elkezdtünk. Akkor, amikor A7 volt a parlamentben, akkor reggel 7:30-ra kedreggelenként mindig összehívtam a magyar parlamenti imacsoportot, ugye nálunk ABC hetek vannak, és közösen több órán keresztül imádkoztunk. Ez egy csodálatos dolog. Volt egy nagyon nagy kilépésünk, úgymond a nyilvánosság felé. Sokáig éveken keresztül csak ezek belső imacsoporti összejövetelek voltunk, de úgy döntöttünk, hogy nyitunk a nyilvánosság felé, hiszen a lámpás nem azért van, hogy véka alá tegyük, hanem hogy fölaggassuk. Elkezdtük szervezni az imacsoportokat, a washingtoni imacsoport alatt például csak úgy mondom, hogy 40 ezer imacsoport jött létre, mi most szervezzük ezeket az imacsoportokat, a legelső megyei szinten Tolna megyében jött létre, de most talán 3 hete lehettem Bács-Kiskun megyébe, Kecskeméten, és ott létrehoztuk a Bács-Kiskun megyei imacsoportot is, és a miniszteriális szinten is a külügyminisztérium volt az első minisztérium, ahol létrehoztuk, tehát szépen építkezünk, és ugye mindenhol találunk olyan testvéreket, akik hajlandók ezt fölvállalni, vinni, és rendszerességgel akkor tartani ezen szervezeteken belül is. És ez így például, ha ilyen megyei imacsoportok jönnek létre, akkor az azt jelenti, hogy ott nagyon-nagyon sok a megyén belüli településeknek a képviselői ott vannak, és akkor az, tehát rengeteg kis imacsoportot ölel föl egy-egy megye. Azt tudom mondani, hogy nagyon szép eseményünk volt most már 2 hete pénteken. A magyar állandó értekezletet hirdetett meg miniszterelnök úr. 9 órakor kezdődött a Várkertbazárba, előző nap pedig a diaszpórának volt. Ugye a magyar állandó értekezleti kárpát-medencei magyar képviselőket hívnak, diaszpóra pedig a világ magyarsága van meghívva. És én azt kértem, hogy mindezen események előtt legyen egy nulladik pont, megint csak, hogy kősziklára tudjunk építkezni, legyen a máértosoknak magyar állandó érteke és a diaszpórának ima. És megtettük, megcsináltuk.
házelnök úrnak a fővédnökségével, Kövér László házelnök úr fővédnökségével az országgyűlés vadásztermébe összeültünk reggel 7 órakor, és 7-től 8-9-ig közösen imádkoztunk. És ilyen még soha nem volt. Ilyen még nem volt, és csodálatos volt a magyar testvérekkel, máértosok, kárpátmedenciekkel, diaszpórából, tengeren túlról is jöttek, és őnekik is, ők is nagyon-nagyon köszönték. Nagyon-nagyon köszönték ezt az új kezdeményezést, és jövőre lesz KMK, ez a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma, és beszéltünk házelnök úrral arról, hogy ott is ezt a nulladik pontot meg fogjuk tartani, hogy ismét kősziklára tudjunk építkezni. Tehát ilyen novumok voltak amellett, hogy közben az állandó belső ima reggeliket is tartottuk, ima csoporti összejöveteleket is tartottuk. Akkor azt hiszem, hogy szép mérföldkövekről tudtunk most beszámolni a nézőknek. Itt az utolsó néhány gondolatban én ígértem a nézőknek, hogy néhány személyes adventi gondolatot is kérek képviselő úrtól, mert hogy ugye mindig a várakozás időszaka az advent, és mindig a kapcsolataink rendezése, és az elmélyülés, és a befelé figyelés, és az elcsendesülés, illetve a rászorulókon való nagyfokú segítségnyújtás. Viszont sokan teszik fel a kérdést, hogy hogyan segítsek, hogy legyen figyelmem, energiám segíteni másoknak, amikor adott esetben ilyen energiaáraknál, vagy a háború árnyékában mondjuk a rezsit sem tudják sokan kifizetni. Ugye egy dolog az, hogy anyagilag figyelünk másokra, hogy anyagilag támogatjuk a rászorulókat, és hogyha egy koldust látunk a sarkon, vagy a metróból kijövet, akkor nem fordítjuk el az orrunkat és az arcunkat, hogy mit keres ez itt, és miért zaklat, hanem ha tudunk, akkor adjunk neki valamit, hogy azon élelmet, vagy bármit vegyen, amit ő jónak tart. És azért, mert véletlenül azt látjuk, hogy esetleg valami olyan van nála élvezeti cikk, amit mi negatívan ítélünk meg, és azért mondjuk, hát ilyenre nem akarnánk neki pénzt adni, nem mi döntsük el, hogy ő neki, azt hadd döntse ő el, mi adjunk neki, jó szándékkal adjunk neki, majd ő megveszi azt, lehet, hogy téved és rossz dolgot vesz magának, de bízzunk benne, hogy vesz hasznosat is, ami a fennmaradásához kell tovább illetés. Tehát ez egy dolog. A másik dolog meg az, hogy odafigyeljünk. Odafigyeljünk jobban Istenre, és odafigyeljünk jobban fele barátainkra ebben az adventi időszakban. És hogyha ezt tesszük, ezt a jobb, ez nem kerül pénzbe, ez csak a szívbe kerül. És ha jobban odafigyelünk az Úrra, jobban odafigyelünk fele barátainkra, akkor én úgy gondolom, hogy a karácsonyunk egy nagyon szép karácsony lesz, a szentestén. Mert akkor 4 héten át így készülöttünk, 4 héten át próbáltunk mindig keresni alkalmat, hogy akár legalább imával otthon, vagy hogyha van módunk rá reggeli rorátémisékre elmenve, vagy hogyha nem tudunk rorátémisére elmenni, de elmenni egy templomba, és csak úgy imádkozni a csöndességben, mikor senki nincs ott. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Én azt kívánom mindenkinek, hogy a karácsonyfa alá ezeket az értékeket vigye, és ne rohangáljon különböző árucikkekért, meg beigliért, meg én nem tudom miért, hogy most éppen tiszta legyen az ablak, vagy a lakás, hanem persze azok is a kultúránkban fontos dolgok, de ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen lélekkel állunk ott a karácsonyfa alatt. És én ezt kívánom minden testvérünknek, minden fele barátunknak, hogy
hogy ez a lelki felemelkedés legyen, és akkor tudja igazán átélni, hogy mit jelent nekünk a Szenteste, és mit jelent a karácsony. Veike Imre képviselő úrnak köszönjük, hogy itt volt velünk. Ha én ezt jól gondolom, akkor idén már itt a műsorban nem beszélgetünk, de 2023-ban, januárban. Még fogok jönni, most pénteken lesz egy felvétel, ami majd 16-án. Igen, akkor az a Haladjunk Együtt lesz a Domi műsora, igen, talán. Igen, itt a délelőttben. Bakondi tábornok úrral fogok jönni közösen, mert ővele nagyon sokat imádkozunk, egy nagyon mély keresztény testvérünk. Akkor is szeretettel várjuk Önöket vissza. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, áldott szép adventet kívánok mindenkinek. Viszont kívánjuk, köszönjük szépen.